Sziasztok! Ez itt a Több, mint innovatív. Hétközben kiadtam egy olyan videót, amire én is nagyon büszke vagyok. Kipróbáltam a frissített modell est Amerikában. Ha még nem látátok, nézzetek rá. Megvártam Tesla Mastert, aki néhány héttel később próbálta ki a pledet. Ő neki van egy igazán hosszú videójáról. Nézzetek rá az ő videójára is. Jeff Roberts legújabb drón videója alapján jó hallat Giga Texas a felfuttatásban. A pontos számokat még nem látjuk, de azt igen, hogy a dolgozói parkoló kezdte le lenni. A legyártott Model Y-okból is egyre több van. Úgy tűnik közben Fremont próbálja bepótolni, ami Shanghai-ban kiesett. 10-20 százalékkal gyártanak ugyanis kapacitás felett. Igen, Elon valóban úgy gondolkozik a gyárakról, mint a processzorok lennének, és most Fremontot overclockolta 10-20%-kal. Ha ezt tudják tartani két hónapig még, a végén mégis rekordmennyiségben gyárthatnak újra a második negyed A Tesla megköszönte a kínai kormánynak a segítséget a Shanghai gyár újranyitásában egy hivatalos levélben. Ugyancsak hivatalosan megerősítették, hogy egy új 450 000-es kapacitású gyárat építenek az eddigi közelében. Ez lesz a világ legnagyobb autóexport hábja a kapacitást, nyilván csak kezdeti. Úgyhogy a két gyárban hamar két milliós kapacitás lehet együttesen. Azt sem kizárt szerintem, hogy pár éven belül elérjék a három milliót együtt. Innen szállíthatnak Kínán kívül Ázsia többi országába, Ausztráliába, és akár az eddig el nem látott Dél-Amerikába is. A Shanghai továbbra is olyan majd B-tervként, ha esetleg Európában akadozik a 4680-as gyártása. Elon egy kritikus politikus tweetjére reagálva megerősítette, hogy több mint 110 ezer direkt és 500 ezer indirekt munkát teremtettek Amerikában. A múlt heti hírek kivetele közben derült ki, hogy Elon összesen 8,5 milliárd dollár értékben adott el 9,6 millió Tesla részvényt. Ezután is nagyjából 16%-át birtokolja a cégnek. 29-én tweetelte ki, hogy nem ad el többet Arról, hogy hogyan kívánja megvenni a Twittert, bővebben beszélek a holnapi ironos innovatív hírekben. Sokat elmond a Tesláról az első negyedéves növekedésük a múlt év első negyedévéhez képest, főleg, ha más jelentős cégekhez hasonlítjuk őket. A Tesla 81%-ot nőtt a múlt év első negyedévéhez képest. A Google mindeközben 23%-ot. A Microsoft 18%-ot, az S&P 500 11%-ot, a Netflix 10%-ot, az Apple 9-et, az Amazon 7-et és a Facebook is 7-et. Ráadásul a Netflixnek, az Amazonnak és a Facebooknak ez volt a legkisebb éves növekedése. Ezzel és a Teslával kapcsolatban Elon sokan kérdezik befektetésekkel. Szerinte érdemes számos cégben részvényt vásárolni, melyek olyan termékeket és szolgáltatásokat adnak, melyekben mi magunk hiszünk. Csak akkor kell eladni, ha úgy gondoljuk, hogy a termékeik és a szolgáltatásaik színvonala csökken. Ne pánikoljunk, mikor pánikol a piac. Ez hosszú távon nagyon hasznos lesz. Ez valóban hasznos tanács. Szerintem is különösen a Tesla részvényével kapcsolatban. A holnapi Ironos innovatív hírekben még bővebben is beszélek erről is. Iron elveszítette a pert, melyben visszaszerette volna kapni saját megfogalmazása szerint szólásszabadságát. Az elhíresült 420-as tweetje után, a pénzbüntetésen kívül arra kötelezték, hogy a Tesla-val kapcsolatos tweetjeit ügyvédek ellenőrizzék. Annak ellenére, hogy kiderült, mennyire korrupt módon kezelte a tőzsdehatóság az információkat, mégsem adták vissza Ilonnak ezt a szabadságát. Musk viszont megnyert egy másik Teslás pert. Befektetők egy csoportja 13 milliárd dollárra perelte be a Tesla vezetőjét, amiért szerintük nem tiszta módon vette meg a küzdő SolarCity-t. A Delaware bíró kimondta, hogy Ferrarat fizetett a Tesla a cégért, továbbá nagyon hasznos is lett a vásárlás az elektromos autógyártónak. Az éves befektetői találkozó megint el lesz kicsit halasztva, mint a múlt évben is. Idén is augusztusban lesz. Texasban tartják. Kíváncsi vagyok, hogy idén lesz-e hozzá csapva Battery Day vagy AID-hez hasonló. James Locke szerint Elon mindig hallgat a visszajelzésekre. Megosztotta, a Tesla honlapján kicsekkoláskor már ott van opcióként 200 dollárért a mobilcsatlakozó két fajtája vagy 400 dollárért a komolyabb fali verzió. Igazak lehetnek a plegykák, melyek szerint azért nem jár már az autóhoz mobilcsatlakozó, mert ez hiánycik lett. Ezt a várakozási idő is alátámasztja. Ha valaki most rendeli meg, valószínű augusztus közepére kapja meg a csatlakozót. Ezen a héten jöhet a nagy FSD beta update több emberhez is. Musk tisztázta, nem kapja meg mindenki, aki előfizetett az FSD-re, csak a magas beta a rendelkezők. Mindenkinek elérhető verzió továbbra is évvégére várható. Sokaknak tetszik ez az új verzió, a 10.11.2. Dörti Tesla nem tartozik közéjük. Szerinte a legalapvetőbb dolgokkal hibázik a rendszer. Jesse a Nájunó csatornától kipróbálta, melyik stresszesebb. A saját maga vezet Boston belvárosában, vagy az FSD beta 10.11.2. Külön eszközöket használnak a stressz szint mérésére. Többek között olyan szemüveget, amely felismeri, mit néz a sofőr. Point nem lövöm le, nézzétek meg a videót, amit méltatlanul kevesen néztek meg eddig, de annyit elárulok, hogy megvolt a belváros 10 beavatkozásból. Hozzá kell tenni, hogy Jesse elég hamar beavatkozik minden esetben. Umar szokásához híven egy beavatkozás nélküli videót töltött fel a 10.11.2-ről. Illetve azt is tudni véli, hogy még a héten jön az újabb nagyobb frissítés, a 10.12. Közben megint egy idézőjeles visszahívás. Ezúttal a kínai hatóságok találtak egy problémát. A performance modellek trackmódban nem mutatnak sebességmértékegységet. Ez azért probléma, mert utcán is aktiválható a trackmód. Ezt az indítványt átvette Amerikában az NHTSA is. Nyilván egy egyszerű szoftver frissítéssel ez megoldható. Szerintetek mennyi időbe telik a kódban bekapcsolni ezt a funkciót? Volt a héten egy igazi visszahívás is egy autóra. Nem egy típusra, hanem egy darab autóra. Előszériás X-eknél derült ki, hogy nem felelnek meg a szövetségi gépjármű biztonsági szabályoknak terhelés szempontjából. Így ezen előszériás modell X-eknél egy karosszéria megerősítő keretet szereltek be az eladás előtt. Valahogy egy autó átcsúszott a rostán, és egy vásárló megvette. Mi a megoldás? A Teslánál úgy döntöttek, inkább új autót adnak a vásárlónak. Ryan McCaffrey, a Ride the Lightning podcast vezetője megbízható belső forrásból megtudta, hogy a legújabb modell s és X-ek is megkapják a mozgató motort a középső képernyőhöz. Így már csak időkérdése, hogy mikor aktiválják ezt a szoftverben. Egyesek már is megtalálták a változást a kódban. Az nem tiszta, hogy a már meglévő autók tulajdonosai hogyan juthatnak a funkcióhoz. Ha minden megvan a korábban legyártott autókban, csak a mozgató motor nincs bennük. Tesla Frank már ki is próbálta az új szoftvert és a mozgatást is. Az viszont nem tiszta, hogy hogyan jutott még a nem kiadott szoftverhez, illetve a motort ő építette ebbe. Grinda hozzájutott egy Model S számítógépéhez. Az autó 2021 júniusi. Green egy kicsit furcsája, hogy 8 GB RAM-mal és 128 GB NVMe háttértárral rendelkezik csak a számítógép. Csak összehasonlításként az idei Model Y kétszer ennyi RAM-mal és kétszer ennyi NVMe háttértárral érkezik. Egyetértek Ilonnal abban, hogy a világ többsége inkább az akkumulátorokat választja majd a hidrogén helyett az energiatárolásra. Szerintem ez egyre nyilvánvalóbb lesz, ahogy az akkumulátorok ára elkezd majd csökkenni, a második felében az évtizednek. Jordan a Limiting Factor csatorna vezetője szerint is az olcsó szolárpanelek és akkumulátorok ellehetetlenítik a hosszú távú tárolókat. A Tesla megfigyelő kamerákat telepít, Norvég Superchargereknél. Ezen kamerákat majd csak azoknál a Superchargereknél alkalmazzák, ahova beengednek más márkákat is. Az embereket automatikusan kitakarja majd egy szoftver, ők inkább a más márkás vevők szokásaira kíváncsiak. Szerintem leginkább az érdekli őket, hogy azok az autók, amiknek máshol van a töltési csatlakozó, hogyan oldják meg a töltést. Björn megerősítette, hogy 42 további Norvég supercharger engednek be más márkákat. Így az összesen 88 Norvég állomás közül 58-hoz mehetnek be más márkák is tölteni. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást. Nézzetek rá a Merch boltomra és az egyéb linkekre is a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek. Holnap jövök az ironos videóval az Innovatív Hírek csatornán.